Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az újabb Biblia óránkon. Szeretném folytatni tovább a már megkezdett sorozatot a 119. Zsoltárból, és a mai igék ennek a Zsoltárnak a 41. versétől kezdjük, és a 48. versig fogjuk most olvasni az igét. Úgyhogy arra hívok mindenkit, aki most ezt megnézi, hogy keressük ki magunknak a 119. Zsoltárt, és olvassuk a 41. verstől. Így hangzik Istennek az igéje. Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked ezt az egész Zsoltárt, köszönöm, hogy ilyen csodálatos igéket hagytál ránk. Köszönöm, hogy te ihletted a te szolgádat, ezt a zsoltárírót, hogy összefoglalja és megírja a te törvényednek a dicséretét. Köszönöm, hogy ezt láthatjuk, köszönöm, hogy tanítasz bennünket, köszönöm, hogy éltetsz bennünket ezáltal, és köszönöm most, Uram, külön a te kegyelmedet, ami napról napra vezet bennünket, ami szabadságot ad nekünk, ami képessé tesz olyan sok mindenre bennünket. Uram, add, hogy most ezekben az igékben meglássuk ezeket, és megnyíljon a mi szívünk a hálára, a dicsőítésre, arra, hogy ezeket az igéket a saját életünkben is hasznosítsuk. Amen. Egy új betűhöz érkeztünk, és a héber ABC-ben ezt a betűt vavnak hívják, ami igazából a mi nyelveinkben a V betűt jelenti. És ez egy nagyon érdekes betű, mert nagyon kevés szó kezdődik ezzel a betűvel a héberben. És az egy szó, ami nagyon sokszor előfordul, az is inkább egy kötőszó. Ami azt jelenti, hogy ést használnak igazából héberben nagyon sokat, és ezt úgy illesztik hozzá a szavakhoz, hogy a szó elé vöt raknak, ilyen hangzással, vö. És azt látjuk, hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor itt mind a 8 vers ezzel a kötőszóval indul. Tehát igazából, bár az újabb fordításban már nem így van, ha egy régebbi fordítást nézzünk meg, akkor még a magyar fordításban is meglátjuk, hogy éssel kezd minden verset. És ez pont azért van, mert igazából a héber is pont azzal kezdi. Minden szó elé odarakja azt a vöt. És nagyon érdekessé teszi ezt a 8 verset ez a kötőszó, ez a nagyon egyszerű kötőszó. Mert nem csak ilyen stilisztikai értelme van, hogy nyelvileg a Zsoltár írónak oda kellett raknia, mert akkor így kezdődik el ugyanazzal a betűvel minden sor. Hanem azért tette, mert ennek valódi értelme is volt, és olyan fogalmakat és olyan szavakat illesztett hozzá, olyan gondolatokat formált belőle, amik így értelmet nyertek. És így azt látjuk, hogy ha minden vers elé odarakjuk az ést, akkor egy ilyen kis füzért kapunk, ilyen kis láncot, amikből egyik épül a másikra, mind a 8 versben. És így kezdődik igazából már a 41. vers is. Hogyha úgy kezdjük el olvasni, hogy és teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, akkor viszont fel kell tennünk a kérdést, hogy mit kapcsol össze ez az és. Mert azt látjuk, hogy itt a Istennek a kegyelméről van szó, de mivel kapcsolja ezt össze? És igazából erről az előző alkalommal beszéltünk, és abban azt láttuk meg, nagyon érdekes, hogy rögtön a 33. versben, az előző 8 versnek az elején azt olvassuk, hogy taníts, Uram. A 40. versben, ami közvetlenül a 41. ugye előtt van, és így összekapcsolódik vele,
pedig az van, hogy eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Tehát azt látjuk, hogy a Zsoltáríró hozzá kapcsolja azt, hogy tanulnunk kell, mert ezt kéri, hogy taníts engem, Uram, ehhez hozzá kapcsolja Istennek a kegyelmét is. Mert itt is kér, és ahogy igazából a negyedik verstől látjuk az egész Zsoltáron keresztül, a Zsoltáríró imádkozik. Istenhez fordul, Istennek ad hálát, Isten dicsőíti, és Istentől kér dolgokat. És az előző 8 versben azt látjuk, hogy azt kérte, hogy Isten tanítsa őt, ebben a 8 versben pedig azt látjuk, hogy azt kéri, hogy Istennek a kegyelme áradjon ki rá. Azt olvassuk, teljesedjék be kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod. Vagy úgy is mondhatnánk, az a szabadítás, amit te megígértél, amit te mondtál, azt várom, hogy teljesedjen be. De miért van erre szükség? Sokszor használjuk ezt a szót, főleg gyülekezeteinkben, Isten tiszteleteinken, hogy kegyelem, kegyelem, de talán, hogyha ennyit használjuk, akkor már megkapik magának a szónak az értelme, hogy mit is jelent, és hogy milyen hatása is van igazából a mi életünknek. Mert van egy ilyen kánoán nyelvünk, amit használunk, hogy kegyelem, szentség, és egy csomó fogalmat már beleraktunk, és sokszor már annyit használjuk ezeket, hogy mi magunk is elfelejtjük azt, hogy mit is jelentenek. Miről beszél itt a Zsoltáríró, amikor azt mondja, hogy teljesedjék be rajtam a kegyelmed? Erre igazából választod a következő vers is, de úgy általánosságban véve, hogy miért van szükségünk kegyelemre. A kegyelem szó összekapcsolódik a Bibliában mindig a szabadítással. Azért van szükségünk kegyelemre, hogy szabadok legyünk. Ami azt is jelenti, hogy ha nincs kegyelem a mi életünkben, akkor nem vagyunk szabadok. Akkor rabszolgák vagyunk. Akkor valaminek a rabjai vagyunk. És az ember a szabadulást általában úgy képzeli el, és úgy egy kicsit romantizálja a történeteiben, amiket megalkot, hogy úgy képzeli el, mint egy akciófilmet. Biztos, hogy rengeteg akciófilmet láttunk már, ahol a hőst elfogják, és meg kell szabadulnia valahonnan. Ki kell jutnia azért, hogy a célját elérje. És általában a történet úgy folytatódik, hogy a hős a tudását és a különleges képességeit használja arra, hogy kijusson, hogy megszabaduljon. És így képzeljük el sokszor a mi életünkben is a helyzetünket. Úgy képzeljük el, hogy mi képesek vagyunk szabadulni, mi képesek vagyunk győzni, mi képesek vagyunk elérni a mi céljainkat. Ezt láthatjuk a motivációs beszélőknek is a mondandójában, ami ma már annyira felkapott, mert az individualizmusnak, a személynek a betöltése a mai társadalomnak a célja, hogy én képes legyek valamire, hogy én elérjem a céljaimat, hogy én befuthassam azt a karriert. És azt mondják ezek az emberek, hogy képes vagy, ha hiszel magadban, hogyha beleteszed az időt, ha szorgalmas vagy, hogyha rászánod magad, akkor képes vagy a dolgokat megtenni. És látjuk meg annyi példában, hogy az ember rengeteg mindenre képes. Óriási dolgokat tud alkotni, megtenni. Az elméjét, a testét tudja úgy fejleszteni, hogy olyan dolgokat tegyen meg, amit lehet, hogy 50-100 évvel ezelőtt még képtelenségnek tartottak. De azt mondja a Biblia, hogy egy valamire képtelen az ember. Képtelen meglelni az ő szabadságát. Képtelen meglelni azt, hogy szabad legyen, amire a legjobban áhítozik. És ezért van az, hogy még a legsikeresebb emberek is sokszor azt mondják az életüknek a végén, hogy mindaz, amit elértem, az nem számít. Nemrég láttam egy videót, ahol a nagyon híres amerikai boxoló Mike Tysonnak a interjúolták meg, és valószínűleg maga az interjúer sem gondolta azt, hogy így fog véget érni az interjú. Látta a világbajnoki öveket, meg mindent, amit megszerzett ez a boxoló, aki az egész életét erre tette föl, és végighallgatta, hogy elmondta neki azt, hogy ez mind nem ér semmit. Rájött arra, hogy ez nem ér semmit, és amiért
ő a vérét adta, amiért ő harcolt, az nem sokat ért. A Biblia olyan drasztikusan fogalmaz, hogy az ember a szabadságát nem is tudja meglelni. És önmaga képtelen erre. És itt jön szóba a kegyelem. Istennek közbe kell avatkozni az ember életébe, hogy őt meg felszabadítsa. Az ember igazából Istent ismeri, mert érzi az ürességet az ő életében. Amikor a bűneset megtörténik a Ádám és Éva történetében, akkor az ember kapcsolata megszakad Istennel. Az ember szabadsága, az ember helye, ahova Isten helyezte, az mind megszakad. Elveszik. Az embernek az Isten képe megromlik. És tudja valahol bent, hogy van Isten. De nem tudja megfogni. Nem tudja megmondani, hogy ki ő. Nem tud kapcsolatot építeni vele. Nem tudja megszólítani. Egészen addig, ameddig Isten meg nem szólítja őt. Ameddig Isten ki nem jelenti magát. És ezért olyan csodálatos dolog Istennek az igéje. Ezért olyan csodálatos dolog, amikor Isten parancsolatokat ad. Erről szól igazából az is, amikor Egyiptomban van a nép, és felkiált Istenhez, és Isten, amikor kihozza őket Egyiptomból, akkor parancsokat ad neki. Ez lesz az ő identitásuk. Ez lesz az új lényük. És erről beszél itt a Zsoltáríró is, hogy Istennek a kegyelmére van szükségünk mindenhez. Istennek a kegyelmére van szükségünk még ahhoz is, hogy meglássuk, hogy ezek a törvények milyen csodálatosak, és hogy milyen nagyszerűek, és hogy ezeket be tudjuk tartani. És itt is azt látjuk a 41. versnek a végén, a megígért szabadításról beszél. Tehát azt feltételezi a Zsoltáríró, hogy Isten szabadítást ad a népnek, amiről előre szólt. Megígért valamit, hogy ezt a szabadítást el fogja hozni. És erre várakozik a Zsoltáríró újra és újra és újra, hogy átélje ezt a szabadítást, átélje ezt a kegyelmet. Minden bizonnyal, hogy ezt a kegyelmet ő már megtapasztalta. Megtapasztalta abban, hogy Isten kiválasztotta az ön népét. Megtapasztalta abban, hogy megbocsátotta az ő bűneit. De pont ez az érdekes a kegyelemben, hogy az ember, amikor megízleli Istennek a kegyelmét, akkor még többet akar belőle. Amikor megízleli Istennek a kegyelmét, akkor veszi észre azt, hogy mindaddig az életében, amíg nem volt ott a kegyelem, az nem ért semmit. És szüksége van arra, hogy újra és újra és újra ez a kegyelem éltesse. Ezt tapasztalta meg Dávid az ő életében, és ezt látjuk ide leírva. Aztán tovább megy a 42. versben, azt mondja, hogy választ tudjak adni a gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Itt látjuk ezt a kötőszót újra, csak itt nem ésként, hanem hogyként fordítják, és azt mondja, hogy azért van szükségem az én kegyelmedre, a te kegyelmedre, azért van szükségem a te szabadításodra, hogy választ tudjak adni az én gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. És itt behoz egy gondolatot a Zsoltáríró, ami számunkra sokszor kicsit zaharó lehet. Mert ugyanúgy az egónkat támadja, mint egyébként a kegyelemnek a fogalma. Méghozzá azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva. Nagyon érdekes, hogy ezekben a versekben, látjuk majd a következő versekben is, a Zsoltáríró elismeri azt, hogy kiszolgáltatott Istennek. Elismeri azt, hogy szüksége van Istenre. És nem csak úgy van rá szüksége, mint ahogy sokszor a kereszténységben gondolkodunk, hogy Isten kegyelmet adott nekünk, most már mindent megkaptunk benne, és most már mehetünk és élhetjük az életünket, ahogy gondoljuk. Nem. Azt mondja a Zsoltáríró, hogy szükségem van rá naponta. Újra és újra. Meg kell tapasztalnom. Benne kell élnem. Sőt, még arra is szükségem van, ahhoz is szükségem van kegyelemre, hogy egyáltalán választ tudjak adni. Képzelhetjük, hogy Dávid királynak az életében mennyi gyalázója volt. Mennyi olyan ember volt, aki megvetette, aki el akarta pusztítani. Sőt, még mielőtt király lett, ugye láttuk ezt akár Saul királynak az életében, és aki az életére tört, újra és újra meg akarta ölni. Gyalázta. És azt mondja, hogy
ha én erre választ akarok adni, ha én ki akarok állni, akkor szükségem van Istennek a kegyelmére. Kiszolgáltatott vagyok. A 43. versben azt mondja, ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok. Újra ezt látjuk. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét. És nagyon érdekes, hogy ugyanaz a szó van itt az igazság beszédénél, mint a 42. versben az igédben. Azt olvassuk a 42. versben, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. És ugyanez az igéről van szó, amikor a 43. versben azt mondja, hogy ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét. Lehet, hogy elsőre olvassuk, és azt gondoljuk, hogy azt kérte Dávid, vagy akárki is lehetett az a zsoltáríró, hogy az az igazság, ami benne van, azt ne vegye el tőle Isten. Hogy tudjon a saját igazságával beszélni. De itt azt látjuk, hogy az a szó van itt, hogy Istennek az igazsága. Isten igéjében benne van az igazság. És hogyha én az ő igéjében bízom, ahogy itt írja, akkor tudom az ő igazságát beszélni. És még egy dolgot hozzátesz. Csak a kegyelem által. Csak akkor, hogy te nekem megadod azt a kegyelmet, és ezért kérem, hogy add meg azt a kegyelmet, hogyha megadod, akkor tudok majd így beszélni. És azt hiszem, hogy ez minden ige hirdetőnek, de minden olyan keresztjénnek, aki már bizonyságot tett az ő hitéről, aki már megvallotta az ő reménységét, az ő hitét, azt, hogy Isten megmentette őt, ez a vágy ott van. És közben ott van az a félelem is, hogy érzem azt, hogy Isten kegyelme munkálkodik bennem. Érzem azt, hogy Isten szól általam, hogy az az igazság, amit mondok, az nem az én igazságom, hanem Isten igazságát tudom mondani. De mi van, hogyha amikor újra szóra nyitom az én számot, már nem jön ki igazság? Mert nem lesz benne Istennek az igazsága. Már nem érzem azt benne, hogy Isten szól általam, nem csak én szólok. És olyan leszek, mint minden más ember. Van egy kis igazságom, de az az én igazságom. És ezzel nem megyek sokra. Azt mondja a zsoltáríró, én már megtapasztaltam azt, hogy mit jelent, amikor az én számból a te igazságod jön ki. És ezt nem akarom elveszteni. Nem akarom azt, hogy amikor újra megszólalok, ne a te igazságodat beszéljem. Nem akarom azt, hogy amikor másokkal beszélek, akkor azt tükröződjön ki, hogy én milyen bűnös vagyok, nem az, hogy te milyen kegyelmes vagy. Amikor megszűnünk Isten igéjét szólni, akkor a saját identitásunkat veszítjük el. Nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, hogy szolgálatról beszél. Szolgálni egyik oldalnak, vagy a másik oldalnak. Szolgálni a bűnnek, szolgálni a sátánnak, vagy szolgálni Istennek. Amíg a bűnnek a szolgálatában álltunk, amíg a világot szolgáltuk, addig abból nyertük a mi identitásunkat. Azonosultunk vele. Együtt éltünk azzal a világgal. Együtt éltünk a mi bűneinkben. Együtt buktunk el. És a Biblia azt mondja, hogy együtt is halunk meg. Együtt kárhozunk el. Mert amikor Isten véget vet mindennek, és azt mondja, hogy elég, eltörli a bűnt mindörökké, akkor azokat is eltörli, akik bűnösök, akikben nincs meg a kegyelem és az új élet. De akik új életet kaptak, akik ezt a kegyelmet megtapasztalták, azokban pedig Istennek az identitása van meg. Visszakapták az Isten képüket. Most már Istennek a szava által élnek. És ez az, amit említettem is, ami meghatározta a zsidó népet. Hogy nem mástól kapták a törvényeiket. Hogy nem a világból nyerték el a királyaikat, a vezetőiket, hanem mindig Istentől. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük, amikor nem Isten szerinti volt a király, a szóvivő, a vezető, akkor a nép is elhajlott. Amikor a király megtagadta Istent, a vezetők megtagadták Istent, a nép is megtagadta Istent. De amikor Isten kegyelméből új szabadítót adott, új királyt, olyan királyt, aki hűséges volt hozzá, akkor a nép is megtért.
Így kapcsolódott a zsidó népnek az identitása mindig Istennek a szavához. És ez nem változott az új szövetségben sem. Ugyanúgy bennünk is ugyanaz van. Krisztusnak a tanításai, az ő parancsolatai akkor lettek elérhetővé számunkra, amikor az ő kegyelmét megtapasztaltuk. Amikor megláttuk azt, hogy ő a mi helyettünk halt meg, és ezért kapunk mi új életet. De hogyha ezt az új életet, ezt az új identitást, az új szívünkből, amit Isten ültetett belénk, nem olyan szavak származnak, nem olyan szavak jönnek ki, ami Isten igazságával egyeztethető, akkor az identitásunkat csaljuk meg. Akkor pont azok nem vagyunk, akiknek lennünk kéne. És ez a nehéz, felfogni azt, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy az ő szava szerint cselekedjünk, hogy az ő szavait mondjuk, hogy az ő igazsága legyen meg bennünk. És akkor összetesszük a kezünket, és azt mondjuk, de hogyan lehetséges ez? És itt van a Zsoltár írónak a válasza. Én bennem az lehetetlen. Istenem, ha te a kegyelmedet adod, ha te nem veszed el a te igazságodat, ha te éltetsz napról napra, hitet adsz, építed az én hitemet, és tanítasz, ahogy láttuk az előző részben, akkor megmarad ez az igazság bennem is. Ez a várakozás, azt olvassuk, mert a te döntésedre várok, hiszen igédben bízom. Látjuk ezt, hogy a hívő embernek, Isten emberének az életében mindig van egyfajta várakozás Istenre. Mindig van egyfajta reménykedés, egyfajta kérés. Mindig kérünk valamit, és azt várjuk, hogy Isten azt betöltse. És ez is azt fogalmazza meg, ki vagyunk szolgáltatva Istennek. Amikor leborulunk és imádkozunk, azt valljuk meg neki, hogy én képtelen vagyok valamit megtenni, és a te segítségedre van szükségem. Ezt látjuk itt is. Azt mondja a Zsoltáríró, leborulok eléd, Istenem, azért, mert azt várom, hogy az én imáim által te formálj engem. Leborulok eléd, Istenem, mert azt várom, hogy te taníts engem. Leborulok, Istenem, mert azt várom, hogy a te kegyelmed betöltsön, hogy képes legyek mindazt megtenni, amit te vársz tőlem. 44. vers. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké. Milyen elhivatottság van ebben a versben. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké. Úgy is mondhatnánk, hogy meg akarom tartani a törvényedet újra, meg újra, meg újra, meg újra a végtelenségig. És ebben egyrészt látjuk azt, hogy milyen nehéz Istennek a törvényét megtartani. Mert hogyha Istennek az egyik törvényét nem tartjuk meg, akkor már bukott az egész. És ezért azt mondja a Zsoltáríró, én újra, meg újra minden törvényedet meg akarom tartani. Állandóan. Abban akarok élni. Attól akarok függni. Attól azt szeretném, hogyha az életemnek a kerekében ott lenne. Részt venne az én életemben. Hogyha nem csak egy része lenne az életemnek, hanem az én életem illene bele abba a törvénybe. Állandóan, mindörökké. És ez igaz a mi életünkre, a földi életünkre. De ebben benne van a jövőnek is a története. Meg akarom tartani törvényedet. Ez elsőként úgy jön le nekünk, hogy megtesszük azt a törvényt. De az eredeti szövegben még jobb, még nagyobb hangsúly van azon, hogy megőrizzük ezt a törvényt. Mert az, ami értékes számunkra, azt nem csak megtesszük, de őrizzük is a mi szívünkben. Sőt, tovább is adjuk. Ami igazán értékes a mi életünkben, azt szeretnénk, hogyha továbbadnánk a gyermekeinknek, az ismerőseinknek, és így tovább. És ez van ebben is benne igazából. Ezt fogalmazza meg. Én megtartom a te törvényedet, ezt továbbadom, és így lesz az egyénből Istennek a népe. Minél többen megtartjuk Istennek a törvényét, és ezt látjuk majd az örökké valóságban is, amit itt megfogalmaz, mindörökké. A mennyben
Istennek a törvénye szerint fogunk élni. Isten parancsolatai szerint tökéletesen. Tehát azt látjuk az első négy versben, hogy Istennek a kegyelmére szükségünk van. És amikor erre rájövünk, akkor ez a kiszolgáltatottságnak az érzése ott lesz a mi szívünkben. Hogy szükségünk van Istenre. Hogy szükségünk van az ő kegyelmére, szükségünk van az ő tanítására. És úgy gondolhatnánk talán, hogy ez az emberi gyengeségnek a megfogalmazása. De itt látjuk a következő négy versben azt, hogy mivel jár még a kegyelem. Egyrészt a kegyelem azzal jár, hogy kiszolgáltatottak leszünk, hogy nem a mi egónk lesz a középpontban, hanem Isten. És másrészt pedig a 45. verstől a 48. versig egy csodálatos megfogalmazást látunk. Azt írja, tágos téren járok, ha a te utasításaidat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden. A kegyelemmel nem csak kiszolgáltatottság jár, afelé, aki a kegyelmet adta, hanem szabadság is. Azt látjuk, tágas téren járok. Olyan, mint amikor a hegymászó megy, és küszködik, és megtesz mindent, hogy felérjen a csúcsra, és utána felér a csúcsra, és már az egész tér kitágul előtte, és fönt van, biztos lábon áll, biztos alatta az ő talaj, a talaj, és széttekint, és meglátja, hogy milyen szabadsággal jár ez. Tágos téren járok, ha a te utasításaidat keresem. Ha a te utasításaidat keresem. Itt megint visszautal arra. Akkor tudom keresni a te utasításaidat, hogyha a te kegyelmed éltet ebben. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Bátorságot kapok. Ugye a 42. versben azt látjuk, hogy választ tudjak adni gyalázóinak. Ez még egy visszafogottabb vágy arra, hogy választ tudjak adni. De itt a 46. versben már azt látjuk, hogy elmondom. Jövő időben beszél. El fogom mondani a királyoknak intelmeidet, és nem vallok szégyent. Az, aki Isten kegyelmét megtapasztalja, az bátor lesz. Bátor lesz szembenézni mindennel. Vajon vagyunk-e mi bátrak arra, hogy Istennek az igazságát megosszuk az emberekkel? Itt a Zsoltár író azt mondja, hogy még a királyoknak is megvallom ezt. Akik megítélhetnek engem, akik elítélhetnek engem, akik tehetnek bármit velem. Sedrák, Misák és Abednékó életében ezt látjuk. Ők megvallották bátran azt, hogy ki az ő Istenük, és hogy ők csak az ő parancsait követik. Egy királynak. És a király bedobta őket a tűzbe. És azt tudták ott mondani, hogy Istennek van hatalma megóvni bennünket, de még ha nem is tenné. Dicsőség az ő nevének. Áldott legyen az ő neve. Azt hiszem, hogy a leginkább visszatartó erő abban, hogy mi megosszuk az evangéliumot, az Istennek az igazságát és a kegyelmét másokkal, az sokszor a szégyenérzet. Azt, hogy szégyeljük megvallani Istent. Hogy szégyeljük felvállalni, hogy kik is vagyunk. Hogy nem akarunk szégyenkezni az ismerőseink vagy a barátaink előtt. De itt azt mondja, ha megtapasztaltuk a kegyelmet, akkor ez bátorságot szül bennünk. És meg fogjuk vallani. Bizonyságot teszünk Istenről. És végül az utolsó versek, gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket. Ez a gyönyörködés és a szeretet, az a kép jut eszembe, amire, hogyha belegondolunk, hogy hogyan gyönyörködik egy műértő, az, aki fel tudja fogni, hogy mit lát, amikor meglát egy fantasztikusan elkészített festményt, vagy egy kézműves alkotást, egy szobrot. Ha egy műértő néz rá, akkor ő gyönyörködik benne.
mert érti minden kis részletét, felfogja azt, hogy mit jelent, hogy mi lett megalkotva, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez úgy oda kerüljön. Míg hogyha valaki egy egyszerű ember, talán én megyek oda, a felét sem fogom fel. Nem értem meg. De a műértő gyönyörködik az alkotásban. Ugyanúgy a szerelmes ember a szerelmében gyönyörködik, és nem tudja levenni róla az ő tekintetét. Ha ezt a képet el tudjuk képzelni, és a fejünkben ott van, és talán édes emlékeket ébreszt bennünk. Erről beszél itt a Zsoltár író. Gyönyörködöm parancsolataidban. Istennek az igéjében lehet gyönyörködni. És azt mondja, miért gyönyörködök bennük? Mert szeretem őket. Miért gyönyörködök az én feleségemben? Mert szeretem őt. Mert minden pillantására vágyom. Mert jó az ő közelében lenni. Ilyen Istennek a parancsolata. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden. A folytonos elmélkedés, a vágy arra, hogy többet tudjak, hogy jobban megismerjem, ez is ott van. És az a kérdés, hogy mit teszi ezt az emberben képessé? Hogyan lesz az ember képes arra, hogy gyönyörködjön Isten parancsolataiban? Hogyan lesz az ember képes arra, hogy túllásson azon, hogy ezek csak leírt törvények, hogy ezek csak parancsolatok, amiket muszájból kell megtenni? Hogyan lesz az ember képes arra, hogy ezeket a sokszor muszájnak tűnő parancsolatokat úgy tekintse, mint a Zsoltár író, hogy gyönyörködjön bennük, hogy vágyjon rájuk? És nincs más válasz, csak a kegyelem. Istennek a kegyelmét azért kéri pont a Zsoltár író, mert ő megtapasztalta, hogy milyen, amikor nem vágyik Istennek az igére. Mert ő megtapasztalta azt, hogy milyen, amikor nem vágyik arra, hogy Isten házában legyen mindig. És pont azért kéri, mert vágyik arra, mert szeretné, hogyha az megtörténne. Hogyha újra átélhetném azt, hogy milyen gyönyörködni Istennek az igéjében. Hogy milyen vágyakozni iránta. Hogy milyen bátran kiállni Isten előtt, és az emberek előtt, és megvallani azt, hogy mi az én reménységem. Hogyha erre vágyunk, ha ezt a kegyelmet már megtapasztaltuk, akkor kérjük Istent. Zsoltár író tehát ezekben a példákban, és ezekben a gondolatokban kifejezi azt, hogy az embernek szüksége van Istennek a kegyelmére. És hogy ez mivel jár? Egyrészt azzal, hogy az ember kiszolgáltatottá válik Istennek. Ez vele járó dolog. És nagyon érdekes, hogy minél inkább közelebb kerülünk Istenhez, ez a kiszolgáltatottság annál kedvesebb lesz számunkra. Minél jobban megértjük Istennek a terveit, annál inkább észrevesszük azt, hogy sokkal jobb, hogy ő irányítja a dolgokat, mint én. Sokkal jobb, hogy ő táplálja az erőt belém, nem pedig én. Sokkal nagyobb kincs az ő kegyelme, mint az, amire én képes lennék. És valahol ezt így fogalmazza meg Pál apostol és Jézus is, amikor Jézus a példázatát mondja arról az emberről, aki elment, és rátalált a kincsre. A földben kiásta a kincset. És amikor megtalálta, akkor eladta mindenét, hogy azt a földet megvehesse. Mert mindaz, ami addig volt, nem ért semmit ahhoz képest, ami kincset akkor talált. És Pál apostol így fogalmaz, ugyanúgy a Filippi levélben, a harmadik részben, hogy mindaz, amin volt, azt kárnak és szemétnek ítélem. Krisztusnak, az én Uram ismeretének a felfoghatatlan gazdagságáért. Felfoghatatlan Istennek, Isten parancsolatainak az értéke. De nagyon-nagyon kis vonal húzódik meg abban, hogy azokat a parancsolatokat csak muszájnak látjuk, csak nyűgnek látjuk, vagy értéknek. És az az egyetlen kis lépés, ami hiányzik, az a kegyelem. Ezért van szükségünk arra, hogy újra és újra leboruljunk Isten elé, és azt mondjuk,
Istenem, kiszolgáltatott vagyok neked, szükségem van rád, de gyönyörködni akarok te benned. Te megváltottál, te új életet adtál, szeretném, hogyha az én identitásom teljesen tőled függne. Add ezt a kegyelmed, taníts, és éltess, napról napra, mindig tovább, hogy felfoghassam azt a kincset, amit a te parancsolataid rejtenek. Amikor majd most imádkozni fogok, arra hívok mindenkit, hogy ugyanígy az otthonainkban, akár a családi körünkben, akár csak egyedül boruljunk le Isten elé. Adjunk hálát az ő parancsolataiért, és kérjük az ő kegyelmét arra, hogy meglássuk, hogy micsoda értéke van annak. Hogy mit jelentenek ezek a versek, hogy meg tudjuk tapasztalni azt, amit itt a Zsoltár író leírt. Imádkozzunk így. Uram, köszönöm ezeket az igéket, és sokszor olyan megfoghatatlanok számunkra, olyan megfoghatatlanok azok a gondolatok, hogy hogyan lehet a te parancsolataidat, a te igéidet, a te intelmeidet, a te törvényeidet ilyen gyönyörűségesnek látni, ilyen szükségesnek látni, ilyen kedvesnek és szeretetnek látni. De Uram, tudom azt, hogy a te kegyelmed ezt formálja ki az embernek az életében. Uram, te azt mondtad nekünk, hogy aki téged szeret, az megtartja a te parancsolataidat. Uram, ezt a szeretetet a szívünkbe adtad, hogy képesek legyünk megtartani a te parancsolataidat. Éltesd ezt a szeretetet, ezt a gyönyörködést, ezt a vágyakozást te irántad, és a te igéd iránt. Hogy soha ne elégedjünk meg azzal, amennyit tudunk, hogy soha ne elégedjünk meg azzal, amit már átéltünk, hanem mindig vágyunk többre, többre és újra te tőled. Kérlek, így formáld a mi életünket, te áld meg a gyülekezeteinket, hogy a mindennapi állítatunkban az legyen a célunk, hogy többet és többet megismerjünk belőled, hogy többet és többet felfogjunk belőled, hogy jobban és jobban átérezzük és megtapasztaljuk a te kegyelmedet. Kérlek, Uram, így áld meg a mi életünket, küld el a te szent lelkedet, hogy formáljon bennünket, és árasztik ki a te kegyelmedet minnyájunk életére. Amen.